Sziasztok! Ismét egy szenkoros videót hoztam nektek, ahogy a címből is láthattátok, ez nem más, mint a szenkornak a szeletelőgépe. Ő lenne az. Ezt a terméket én választottam, és én kértem a szenkortól, hogy hozzá, hogy egy ilyet küldjenek, mert ezt nagyon régóta szerettem volna kipróbálni. Ahogy ugye már az előző termékeket is, a smoothie készítőt is, a lassú gyümölcsprést is én kértem, illetve a gőzölős ezt a vasalót, nem vasaló, hanem ruhagőzölő, és az tényleg annyira szeretem ezeket a termékeket, rendszeresen használjuk, a ruhagőzölő az ugye ez a pikpak gyorsan, mindig, amikor éppen valahova rohanunk, akkor előkapom és megcsinálom vele a ruhát, a gyümölcsprést az főleg ugye a téli időszakban, illetve tavasztra vagy ősszel, de most is ugyanúgy tudunk vele préselni különböző gyümölcsöket, barackot például, amit lehet, vagy dinnyét, vagy bármi ilyesmi, és ami nyilván gyümölcs, vagy zöldségeket is szoktunk beledobálni, és a smoothie készítőt azt meg rendszeresen használjuk, például mostanában, amire rákaptunk Alexával, az az uborka és az zeller, amit összepréselünk, és tulajdonképpen ez egy nagyon jó vértisztító, amit lehet vele készíteni. Na most, ezt a szeletelőt, ez tényleg ez, hogy a kenyeret, sajtot, szalámit, párizsit, mert nagy család vagyunk, ezért mi sokkal többet eszünk meg ezekből a termékekből, és akkor én meg tudok venni egy rúddal, és akkor ezzel le tudom szeletelni, illetve a kenyérnél, és hogyha mondjuk bundás kenyeret sütünk, akkor azért jó, hogyha az egyformák a szeletek, vagy hát azért jobban is néz ki ugye a kenyérkosárban, hogyha egyforma szeleteket készítünk, és ugye a sajtra is kíváncsi vagyok, mert most ezt késsel mit szoktuk vágni, és kíváncsi vagyok, hogy ez a gép elvileg az összeset tudja. Na most én dolgoztam a szakács gyakorlatomon a trófeában, és ugye ott egy nagyobb, nyilván egy sokkal nagyobb gépet használtunk erre, a kenyeret nem azzal szeltük, azt én szeltem késsel, kenyérszeletelővel, de a sajtot, illetve a felvágottakat, a különböző húsokat szeletelőgéppel csináltuk, és egy nagyon jó volt, hogy egyforma szeleteket, nagyon szép szeleteket lehetett ezzel vágni, illetve hát Robinak is most már eléggé elege van abból, hogy a téli szalámit ő szedi fel, amit meg is értek, mert az egy combosabb munka, ezért rá szoktam ugye bízni, és most hát ha ez az összes minden ilyet helyettesíti, nagyon kíváncsi vagyok rá, és elvileg ide doboz alapján ez egy nagyon szép gép, kíváncsi leszek, amikor kicsomagoljuk, hogy akkor milyen. Itt kukkantunk is bele a dobozba, közelebb hozlak titeket, és nézzük meg, hogy mit rejt a doboz. Nyissuk ki a dobozkát, és akkor nézzük, van benne nyilván használati útmutató, és a gép maga, hát ez valami gyönyörű. Nem is könnyű. Úgyhogy ez már jó jel, hogy nem könnyű. Van benne anyag. Ó, és nagyon könnyen csúszik rajta. Előtt a kábel. Itt ezt le kell szedni, az biztos. Ezt ugye le tudjuk szedni, ezt meg lehet akkor tisztítani. Itt is be van dugva.
is innen kiszedjük, hogy ne tudjon forogni ez a kerék. Ahhoz, hogy megtisztítsuk ezt a gépet, ide van írva, hogy ezt be kell tolni, ezt a kis pöcköt így föltoljuk, majd el kell forgatni az óramutató járásával egyező irányba, és konkrétan le tudjuk emelni ezt a részt. És innentől ez mosogathatóvá válik. Megnézem, hogy ezt be lehet-e szedni. Aha, jó. Ezt is le lehet szedni. Méghozzá úgy, hogy van a hátulján egy kis gomb, amit tulajdonképpen itt a lyuk. Ezen, tehát itt hátul megnyomom, és tulajdonképpen magát a tálcát is ebből a pillanattól levettem, ami azt jelenti, hogy ezt is el tudjuk mosni. Legelőször azzal fogjuk kezdeni, hogy ezeket elmosogatjuk, mielőtt kipróbáljuk. Tehát azért ez egy elég egyszerű szerkezet, itt nincs nagyon többet, mit ezen magyarázni. Elmosom őket, és aztán megnézzük, hogy hogyan lehet ezt a kis gépet használni. Tehát ugye leszedtük, és úgy fogjuk visszatenni, hogy tulajdonképpen itt benyomjuk ugyanazt a kis gombot, felillesztjük, és betekerjük a helyére, visszafordítjuk ugye ezt a kis pöcköt, és lecsukjuk. Tulajdonképpen ennyi a visszahelyezése. Ami még fontos, hogy ez az a kis rész, amit ide vissza, ezt tudjuk csúsztatni. Ennek ez a lényege, hogy így fogjuk majd betolni a terméket, amit szeletelünk, ez ennek a segítségével. Ugye nyilván ide egy teljes hatalmas rúd szalámit az egyértelmű, hogy nem tudunk betenni, hanem csak és kizárólag ekkorát, és ezt fogjuk majd szépen szeletelni. Tehát a kenyeret is, ha be akarunk tenni, az most már kiderült a számomra, hogy akkor azt félbe kell vágni, vagy negyedbe, attól függ, hogy mekkora a kenyér. De ez ne keserítsen el minket, mert szuper dolog ez a szeletelő. Aztán itt tudjuk beállítani a méretet, ami azt jelenti, hogy ugye ez a legkisebb, és ahogy elkezdjük ezt tekerni, lehet látni, hogy ugye jön hátrébb magához, a szeletelőhöz képest jön hátrébb ez a rész, ami azt jelenti, hogy nyilván itt a kenyér méretről van szó, ekkora lesz egy szelet kenyér, amikor majd szeleteljük. Már előkészítettem a téli szalámit és a párizsit, illetve a sajtot és a kenyeret, úgyhogy el is fogjuk kezdeni a gépnek a letesztelését. Annyi még, hogy itt fogjuk majd bekapcsolni a gépet. No, először behelyezzük a kenyeret a gépünkbe, és rátoljuk ezt a kis szerkezetet. Itt lehet látni, hogy ezt teljesen koppanásig rá kell tolni. Ugye beállítottuk a kenyérszelet méretet, én ugye azt mondtam neki, hogy teljes maximum. Hát igen, körülbelül ennyi. Aztán már meglátjuk, hogy ez milyen vékony lesz. Mi jobban szeretjük egy kicsit vékonyabban, majd mindjárt meglátjuk. Na nézzük akkor! Tökéletes szeletkenyerek lettek, átment a vizsgán. Nézzük a következőt, előtte nyilván takarítsuk le ezt a kis gépet, és utána folytassuk a szeletelést, mert ugye a kenyértől most letakarítjuk, és akkor jöhet mondjuk a párizsi. Párizsiból vékonyabbat szeretnénk, nyilván át fogjuk állítani, hogy minél vékonyabb legyen. Meglátjuk, hogy ez mennyire vékony, és hogy nekünk ez megfelele, mindjárt meglátjuk. No,
hát a Párizsit azt már nem sikerült olyan szépen, mindig fölragadt itt a Párizsi, mindjárt megmutatom. Tehát hiába nyomom ezt rá, egyrészt széttrancsírozza a Párizsit, de az még hagyján. Az a baj, hogy annyira könnyed, hogy amikor szeletelem, utána elfordul a Párizsi. Na figyeljétek! És mivel egy picit így beforog, de most már ilyen kisebbként, most egy kicsit úgy próbáltam, hogy egy picit megemeltem, amikor visszahúztam, és úgy nem fordult el teljesen a Párizsi sem, de ebből nem tudok olyan kerekeket csinálni. Lehet, hogyha nagyobb lenne a Párizsi, ugye vastagabb, akkor nem fordulna be, de a befordulás miatt sajnos csak ilyeneket tudtam eddig beleszelni. De érdekes, mert volt az elején, ami... De most amikor kicsit vastagabb volt, akkor jobban sikerült köröket készíteni, de úgy alapjában véve sajnos ezzel a befordulással van a Párizsinál a baj, meg ugye hát, hogy itt a vége ez teljesen széttrancsírozódik, mire felszelem. A szalámit még vékonyabbra fogjuk vágni, tehát akkor még egyszer állítottunk itt ezen. No, nézzük! Ja, nem dugtam be. Az nagyon fontos, hogy minden takarításkor ki kell húzni nyilván az áramból ezt az eszközt, hogy nehogy véletlenül ugye megsértsük magunkat. Szalámi, az nagyon-nagyon jó lett. Rá kell egy kicsit érezni egyébként a szeletelésre, mert nyilván nekem is lett ilyen kicsit bén jobb szelet, de hogyha rendesen oda tartjuk a gépet, akkor csodálatos. Hát ez most megint egy ilyen fél. Arra, hogy egy szalámit, egy rút szalámit felszeljünk, nagyon-nagyon szuper ez a gép. Tehát eddig ugye a kenyérnél, meg a szaláminál nagyon bevált. És most jöjjön még egy nagyon nagy kihívás, és ez nem más, mint a sajt, amit már itt közben beletettem, ez trapista. No hát lehetett látni, hogy nem szeletel rosszul, tehát tényleg nagyon klassz szeleteket csinál, de nem mindegy, hogy mekkorára vágtuk a sajtot, tehát mekkorából kezdtem el szeletelni. Tehát gyönyörű szeleteket is csinált, de ahogy fogyott a sajt, tehát látjátok, hogy ahogy még nagy volt, nagyon szépeket készített. Az elején azért volt olyan kis bénzsó, mert akkor kezdtem, és nem éreztem még rá, de ahogy ugye ráérez az ember, akkor lehet látni, hogy egyre szebb szeleteket készít. Meg ugye én nem is vágtam egyenesre az elején, tehát hiába vágtam félbe, nem volt teljesen egyenes a félbevágásom. Úgyhogy, ha így megnézitek, ezek gyönyörű szelet sajtok, úgyhogy szerintem ezen a sajtteszten átment a szeletelő. Itt vannak a teszted dolgok, a sajt tökéletes lesz, a szalámi tökéletes, a kenyér tökéletes. A Párizsival volt egy kis probléma, de lehet, hogy ezt is, hogyha még gyakoroljuk, akkor jobban fog menni. Tehát a végén az utolsó darab Párizsit, azt már egy pillanat alatt, amit pont mondjuk nem mutattam sajnos meg nektek, azt nagyon gyorsan leszeletelte a gép. Úgyhogy én azt mondom, hogy összességében
ez egy nagyon klassz szeletelő, érdemes egy ilyet venni otthonra, hogyha nagyon sok egész felvágottat veszünk, de a sajthoz én például nagyon nem szeretem a sajtot szeletelni, ez tökéletes lesz. Nagyon sokszor szeletben veszem meg a sajtot, pontosan azért, mert ilyen szép vékonyra azért én nem tudom felszelni. No, túl vagyunk a kisgépnek a tesztelésén, szerintem átment rajta, és gyorsan össze is dobtam, ezt látjátok a főfotón, egy kis szendvicset ebből az alkalomból, tehát ugye, hogy látszódjon, hogy a kenyér, a sajt, a szalámi, a párizsi, nyilván ez a zöld, ez nem ide tartozik, de ilyen kis aranyos szendvicseket és egyforma szendvicseket tudunk ezzel a géppel készíteni. Ugye egyetlen egy a párizsinak a tesztjén az annyira, de lehet, hogy én bénáztam el, és ezt lehet másképp is csinálni, majd nyilván ti is letesztelitek, hogyha megvásároljátok ezt a gépet. De ami nekem tényleg nagyon fontos volt, ez a szalámi, a sajt és a kenyér, de inkább a szalámiknak meg a sajtoknak a szeletelése, ami nálam ugye nagyon-nagyon gyorsan elfogy egy rúd szalámi, ezzel biztos, hogy nagyon sok családanya így van, nem csak mi, illetve akár egy kolbász, vagy bármi ilyen, ami paprikás szalámik, vagy bármi ilyesmi, amit ugye nehezebb azért lássuk be felszeletelni, és nagyon sok esetben, ezt a háziasszonyok biztos, hogy tapasztalták, de az urak is biztos, hogy nem maradjanak ki ők sem, tehát ugye, ha rúdban vesszük meg a szalámikat, akkor nyilván egy kedvező árat fogunk tudni elérni, illetve most is volt például egy olyan akció, hogy ha egész sajtot vettél, akkor sokkal kedvezőbben meg tudtad vásárolni, hogyha egy többbe vetted meg, mint hogyha darabolva a pultból. Nyilván nagyon sok ilyen akció van, amit ki lehet ezzel használni, és utána ilyen klasszul fel tudjuk őket szeletelni. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ez a gép is egy jó vásárlás volt. Nyilván, hogyha valaki ipari géppel szeletel, már tárhentesek, vagy akik sajtpultba dolgoznak, vagy bármi olyan pultban, ahol húsokat, felvágottakat lehet kapni, és ott szeletelünk, ez a szeletelő, tehát azért nem fogja azt a színvonalat hozni, mint amit ott megszoktunk. Ez tényleg egy otthonra való szeletelő, amit a családban tudunk használni, és gyorsan fel akarunk szeletelni. Egyébként ahogy szeleteltem a dolgokat, egyre gyorsabban ment ez az egész. Ugyanez volt a gőzölős, tehát ez a ruha gőzölővel, amikor az elején még gőzöltem sokkal lassabban, mert most már csak így ennyit csinálok, és körülbelül tényleg egy pillanatok alatt lesz kigőzölve a ruha, és ugyanezt nyilván, hogyha minél többet használunk egy terméket, annál jobban. Ahhoz képest, hogy elsőre használtam ezt a terméket, és próbáltam rájönni, hogy hogyan lehet ezzel könnyen szeletelni, egész jól sikerült már első alkalommal is, úgyhogy ennél már csak jobbat tudunk elérni. Ha nektek van bármilyen Sencor terméketek, amit kedveltek, vagy amit egyáltalán nem kedveltek, akkor azt várom kommentben, vagy akár e-mailben, vagy messengerem. Tudtok minket Budapesti Família néven követni, mind a Facebookon, mind az Instagramon. Tudtok nekünk levelet írni a lent látható levelezés és illetve e-mail címünkre, és természetesen találkozni fogunk egy következő videóban. Sziasztok!